A Bayern München nyerte az Európai Szuperkupát. A Bajnokok Ligája címvédője hosszabbításban 2-1-re verte az Európa Liga győztes Sevillát a budapesti mérkőzésen. A vezetést még a spanyolok szerezték meg Ocampos 11-esével, majd Goretzka egyenlített. A mindent eldöntő fejes gólt a hosszabbítás első fél idejében Javi Martínez szerezte. A mérkőzést nem csak a futball miatt övezte hatalmas érdeklődés. A koronavírus járvány miatti lezárások óta nem rendeztek nézők előtt fontos nemzetközi meccset. Hömpölyög a tömeg a Puskás Aréna bejáratánál. Fél éve nem volt nemzetközi labdarúgó mérkőzés, ahova nézőket is beengedtek. A magyar kormány presztízs kérdést csinált abból, hogy az új stadionban nemzetközi kupa döntőt hozzon, az UEFA pedig az óvintézkedéseket szeretné tesztelni. A terveken a járvány berobbanása ellenére sem változtattak. A mérkőzésre nagyjából 20 ezeren válthattak jegyet. Belépni csak szájmaszkban és lázmérés után lehetett, bár volt olyan, aki szerint erre semmi szükség nem volt. A korona nem létezik, ez csak az influenza, ami minden évben velünk van. A meccsre még kenyai Bayern szimpatizánsok is érkeztek. Ők jobban tartottak a járványtól. Ez létezik és igazi, az emberek megfertőződnek, de ez nem akadályozhatta meg azt, hogy eljöjjünk és szurkoljunk a csapatunknak, mert ez az egyetlen esélyünk erre. A mérkőzés hatását hetek múlva lehet csak felmérni. Az UEFA a tapasztalatok alapján dönthet arról, hogy az új szezonban beengednek-e nézőket a Bajnokok Ligája meccsekre. A Puskás Arénában 2023-ban rendeznek legközelebb nemzetközi kupa döntőt. A remények szerint az Európa Liga fináléjában már tele lehetnek a lelátók.